Sziasztok, Laci vagyok a kettőt nézitek! Emlékeztek a Zephyr egérre, amit tavaly mutattam be a csatornán? Ugye ez volt az első olyan gamer egér, amiben van egy beépített ventilátor, hogy ne izzadjon a tenyered. Kétségkívül érdekes a koncepció, de azért jócskán volt vele probléma, ugyanis például a ventilátor nagyon zajos volt, az RGB fényt nem lehetett kikapcsolni, és nem volt hozzá szoftver. Ez mondjuk most sincsen, de mindezt megoldották, ugyanis most júliusban piacra dobták a Zephyr Pro-t, amit sokkal de sokkal kellemesebb használni és még olcsóbb is, mint az elődje volt. Még mielőtt azonban rátérnék a videó tárgyára, pár szó a Huawei MatePad 11-ről. A vállalat első Harmony os táblagépe ahhoz képest, hogy Snapdragon 865-tel és 120 Hz-es IPS kijelzővel rendelkezik, egész korrekt áron debütált a hazai piacon is. Igaz, hogy GMS szolgáltatások továbbra sincsenek, de Harmony alatt a tableteken leginkább használt alkalmazások továbbra is működnek, úgy mint a Netflix, a Spotify vagy a különböző játékok, de elérhető rajta a Google Maps, a Chrome és YouTube videókat is nézhetsz rajta. A 165.000 ezer forintos tablet most ráadás M-Pencillel, illetve billentyűzetes stokkal érhető el, ez az akció augusztus végéig tart, a tesztet a tabletről megtalálod a csatornán, a linket pedig a videó leírásában. A Zephyr Pro doboza is sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint az elődnél, sokkal jobban néz ki. Az oldalán az egér kivágásainak megfelelő formákat láthatjuk viszont, ha pedig elkezdjük kihámozni, akkor kapunk egy köszönőkártyát, egy leírást, pár masbek matricát és persze magát az egeret, ami két színben érhető el, fehérben és feketében, és most már a fehérnél a kábel is fehér. Ami nekem bejön ennél a cégnél, hogy igaz, nem gigavállalatról van szó, de amit én, illetve a többi tesztelő is elmondtunk a videóinkban, tesztjeinkben, azokat a visszajelzéseket elég komolyan megfontolták, és hozta egy olyan egeret, aminél a legtöbb problémát, lényeges problémát orvosolták. Ennél az egérnél előtérbe került a cég is, aki ugye csinálta annó a Zephyr Kickstarter projektjét is. A Zephyr pro már rákerült a Marsback neve is, ez egy 2018-ban alapított kínai márka is, kifejezetten gamer perifériákkal foglalkoznak, bár még nincsen túl sok termékük. Kezdve a dizájnnal, a Zephyr Pro azért elég sokat változott, pedig alapvetően nem volt gond az eredeti Zephyr külemével sem de az újat vizsgálva én azt érzem, hogy inkább ilyen biztonsági játékot űznek, ugyanis a Zephyr sokkal egyedibb, merészebb volt, Az Zephyr Pro pedig formavilágban a klasszikusabb, szinte szimmetrikus ívű egerek közé sorolható, ami mondjuk a legtöbb ember számára talán kényelmesebb lehet, bár megmondom őszintén, nekem igazság szerint egy kutya, mint kettő. Formában nagyon hasonlít a SteelSeries Aerox 3-ra, illetve a Pulsefire Haste-re a HyperX-től. Az egér még könnyebb lett, most már csak 69 grammot nyom, a kivágások formája is azért némileg változott, illetve az egérgombok sem teljesen egyenesek, tehát a jobb stabilitás érdekében van egy kis mérés az ujjainknak. Gombok tekintetében nincsen nagy varázslat, illetve változtatás, oldalt továbbra is van két gombunk, a görgőnk benyomható és van egy DPI váltó, amivel alapvetően 7 különböző sebesség között lehet váltani, és a görgő legyének a színe mutatja azt, hogy éppen mélyken vagy. A piros színű a legkisebb, ez a 400 dpi, a fehér pedig a legnagyobb, ez a 16000 dpi, de ez te se szabható. Szerencsére megtartották az 1,8 méteres szőtt borítású kábelt, amiben érezhetően picivel több anyag van, de most is kifejezetten könnyű, hajlékony és egyáltalán nem zavart bele a játékba. A kedvért alul is van egy-egy gombunk, amivel a ventilátort, illetve a fényeket lehet szabályozni, szóval szoftver nélkül is teljesebb az élmény itt az Zephyr Pro-nál, de azért itt is vannak negatív dolgok, Amik fontosak, ugyanis a görgő az kicsit lötyögős, hogyha oldalirányba mozgatom, bár a játékomat ez nem befolyásolta, illetve nincsen jelzés arra vonatkozóan, hogy milyen fordulatszámon megy a ventilátor. Szóval megy is kész. Ezt sajnos a szoftver sem jelzi ki, de ezt leszámítva minden mást, állíthatunk benne, kezdve a gombok funkciójával, át a DPI beállításokon, a kattintás válaszidején, a görgetés, illetve a dupla klik sebességén, egészen a fényekig és a makrókig. Az ansó gomb nyomkodásával is váltogathatunk az RGB opciók között, de ezek fényerejét, illetve a sebességét a szoftveren belül még jobban testre lehet szabni, és egyébként a fényt ki is lehet kapcsolni. Mindezt 5 profilban menthetjük el. Az Zephyr kapcsán a legnagyobb probléma magával a ventilátorral volt, ami amúgy különlegesítette, ugyanis nem csak a fan noise kifejezetten magas, de van egy ilyen úgynevezett coil whine is, nem tudom, hogy milyennek a pontos magyar megfelelője, de olyan a hang, mint amikor egy vezeték nélküli töltőben nyüsszörög a tekercs. Nos, ezt itt abszolút megszüntették, hogy alapvetően is lentebb vettek a fordulatszámon, illetve növelték a lapátok méretét, ezáltal a légáramlás az ugyanúgy érezhető, de az alapzaja az szinte minimális, akkor hallható igazán, hogyha oda dugod a fület. Szóval ebben mindenképpen fejlődött, a hasznosság az ugyanúgy megmaradt, és ezáltal az egér egyenlisége is. Ami a szenzort illeti, ez ö, abszolút nem változott, tehát ugyanúgy a Pixelt 3389-es szenzorát kapta meg az Zephyr Pro is, ami maximum 16.000 dpi-ra képes, és mivel ugyanaz a szenzor, ezért a felhasználói élmény is teljesen ugyanaz, mint precizitás és játékélmény szempontjából. Én továbbra is elégedett vagyok azzal, amit a szenzor és ezáltal az egér nyújt, amivel mondjuk én játszok, például Subnautica, Warzone vagy Fall Guys, ahhoz teljesen jó volt. A Zephyr Pro a gyártó hivatalos oldalán rendelhető meg, az induló ára 59 dollár, azonban hogyha még augusztusban használjátok a videó leírásában, illetve a képernyőn látható kódot, akkor 10 dollárral olcsóban, tehát 49 dollárért vihetett haza, ez pedig átszámolva nagyjából 14.600 forint, tehát az eredeti Zephyrhez képest mindenképpen olcsóbb lett, és szinte mindenben jobb is nála. Már csak egy kérdés van, hogy neked egyáltalán szükséged van-e ventilátorra egy egérben? azért hosszú játékórák alatt könnyen beizzad az ember tenyere, főleg ha amúgy is meleg van, és ez alapvetően segít ebben. Én nagyon örülök, hogy javították az előtt modell hibáit. Most kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok az új Zephyr Pro-ról, ti mind fejlesztenétek még a gyártó Írjátok meg! Most én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!